A Tech2 nézzék, és a nevem Gábor Lázsit az új HTC One M9-el. Magyarországon is hamarosan megjelenik, sajnos még mindig elég drága áron, de HTC meg is éri azért, mert komplett telefon fémből van. Akik ismerik már a telefon, és már látták többször, fel fogják ismerni, hogy ez itt az M8 a képen, és ugyanúgy a doboz, amit itt látok, az M8 doboza, itt alatta látható az M9-nek a doboza, ami valószínűleg így fog kinézni, csak sajnos a HTC-nak még nem jött meg a kézdoboza, mert mivel csak március végén jelenik meg, ezért ebben kaptuk, egy kicsit átraktam ebbe, hogy kicsit szebb unboxingot kapjunk meg, különben igazából ugyanaz a tartalom, mint ami az M8-nak volt a dobozában a tartalma, és az M7-es is itt van persze, már csináltunk nektek összehasonlító videót igazából, és ezzel a kettővel most is már mindjárt megint össze fogjuk párosítani, itt is hagyom nektek a képen, hogy lássátok, aztán nézzük meg, mit találunk itt a dobozban a HTC One M9-nek. Na, hogy látjátok, hogy megint is már is a telefon, amit itt ki is tudok venni. Mi az arany verziót kaptuk, vagyis rá van megint itt is írva, hogy 20 megapixel kamera, boom sound audio van benne, ultrapixel első kamera és 20 megapixel hátul, plusz HTC Sense 7.0 már az új Android Lollipop-pal. Ez persze nagyon tetszetős, majd mindjárt folytatjuk itt, hogy mit találunk még benne. Persze megint majd lesz itt egy ilyen kis adapter, hogy tudjuk a microSD-t belerakni a telefonba, meg a SIM-kártyát, nano SIM kell továbbiakba is a telefonba, vagyis a legkisebb SIM-kártya, ami jelenleg még mindig létezik, amit Apple is már elég óta használ. Aztán látjuk majd, hogy itt van egy pár útmutató különböző nyelveken, nekem itt most persze németül, meg angolul, meg más nyelveken, itt Nyugat-Európának, hogy majd el tudjuk olvasni, hogy kell indítani a telefon, meg hogy kell feltölteni, de ez általában nem lesz túl nagy probléma. Itt megint egy ilyen standard fekete töltőt találunk a dobozban, lehet, hogy majd fehér vagy más színű is lesz, de egyenlőre csak feketét kaptunk. 1,5 amperrel tölti 5 voltnál, vagyis olyan max 2 órát fel lesz töltve a telefon, és sajnos ez a töltő is elég sok új lenyomattal majd tele lesz, ami mindig egy kicsit kár, mivel hogy ilyen piano optikja van, vagyis egy micro USB kábelt is kell hozzáadniuk, hogy fel tudjuk tölteni, ez is meg csak fekete, nem annyira izgi, és a felható is megint in-ear, kis piros füldugókkal, és különben fekete a felható, így néz ki, egy piros gombbal, hogy majd fel tudjuk venni a telefonhívásokat is, és hogyha a zenét hallgatunk, akkor 2 gombnyomással a következő dalra megyünk, és 3 gombnyomással az előző dalra vissza tudunk majd váltani. Úgyhogy igazából ennyi is a doboz tartalma, mint az M8-nál is, most már csak annyi a dolgunk, hogy levegyük itt a telefonról a hát fóliát, vagyis a védőfóliát, inni, amit majd március végén remélhetőleg ti Magyarországon is megtehetek, itt legalábbis Németországban, meg Nyugat-Európában március 31-től lesz elvileg kapható, és akkor már itt láthatjuk is a gyönyörű szép HTC One M9 telefont. Gyönyörű készlék, de ahogy látjuk, nem sok változott az M8-hoz képest, csak kocka lett a kamera, igazából hátul kicsit máshogy néz ki, dual flash, ami mindig benne. Ha körbe megyünk rajta, látjuk, hogy fent megint infravörös oldalt, most már ki is bekapcsolgomb ide költözött, ami nagyon jó, mivel könnyebb lesz majd bekapcsolni egy oldalról. Hangerőszabályzós külön gombnyomással nagyon jó. Itt majd a microSD port, a másik oldalt meg a SIM kártya olvasó, ami, ahogy említettem, nano SIM méretet fogad be. Aztán microSD, hogy tudjuk tölteni, meg persze egy 3,5 mm-es felható jack. Elő boom sound, elvileg most már még hangosabb lett, majd összehasonlítjuk a régit az újjal. Ultrapixel kamera, és itt megint azok a szenzorok, hogy fel tudják ismerni majd, hogy mennyire süt a nap, vagy hogy a fülünkhöz tartjuk éppen a telefont. Ha hosszan nyomom a gombot, persze majd itt bekapcsol, bootol Android Lollipop-ba, és itt még egyszer mind a három telefon egymás mellett. Nekem még mindig kicsit jobban tetszik a Desire Eye, hogyha ez fémből lenne, akkor engem elnyert volna 13 megapixel első és hátsó kamerával, úgyhogy remélem majd ilyesmi lesz a prémium készüléke a HTC-nek, talán hogyha lesz egy OnePlus, ami még nem biztos, és még további videókat is majd találtok például, hogy egy iPhone 6-tal, meg más telefonokkal is összehasonlítóban, hogyha meg lefordítjuk a tesztvideót, és persze ez is majd lehet kapni ilyen DotView cover-t, ami nagyon szépen működik majd a HTC One M9-el is, csak ez megint persze nem kompatibilis, mert még kerek a hátulja, vagyis ez az M8-os volt. Hát igazából már ennyi is volt a rövid unboxing videója itt ennek a M9-nek, kicsomagoló videó úgymond. Nevem Gábor Lázs,
további telefonokról, ahogy említettem, majd láttok összehasonlítót, meg erről persze tesztvideót, meg más bemutató videókat, mint tip és trick videókat. Köszönöm, hogy néztetek, legközelebb végig, és ne felejtsetek feliratkozni a tech2.hu-ra.